Ne legyen kötelező a polgári házasság címmel hirdettünk sajtótájékoztatót. Ha minden jól megy, az ember életében csupán egyszer érkezik el a házasság napja, amikor egy férfi és egy nő összekötik életüket, oltár elé állnak és kimondják boldogító igent. Pontosabban szólva, a jelenlegi szabályok értelmében minimum kétszer, hiszen azok a keresztény házasulandó felek, akik Isten előtt kiszolgáltatják egymásnak a házasság szentségét, hogy az állam is házastársaknak nyilvánítsa őket, kötelezően részt kell vegyenek, így menyasszonyommal nekünk is részt kell vennünk egy másik úgynevezett házasságkötésen, a polgári szertartáson. Egy keresztény ember nem ismerheti el a polgári házasságot, a polgári szertartást házasságkötésként. A 18. század végén a liberalizmus egyház ellenes intézményeként jött létre, ami arra volt hivatott, hogy a boldogan éltek, amíg meg nem haltak mesezáró részt lecserélje, a boldogan éltek, aztán ha mégse, akkor felbontották a szerződés befejezésre. Semjén Zsolt, KDNP elnök már 2005-ben a Népszabadságban így nyilatkozott. Ha az állam hivatalosan is elismerné a templomban kötött házasságot, senkinek a jogai nem sérülnének, viszont megszűnne egy fölösleges bürokratikus procedúra. Dúró Dóra és Novák Előd 2011. május 2-án nyújtották be módosító javaslatukat az országgyűlésben, melyben az egyházi esküvő polgári érvényességének bevezetését javasolták. Ahogy ők, úgy mi is méltatlannak tartjuk, hogy kétszer kell kimondani a boldogító igent. A Fidesz már 2001-ben felvetette, hogy az egyházi esküvőt is ismerje el az állam, ahogy az Európai Unió számos országában elismerik. De úgy tűnik, így fontosabb volt, hogy 2009-ben létrejöhessen az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolata, mint a keresztény házasság védelme. Ha Semjén Zsolt és a Fidesz-KDNP valóban keresztények, úgy tegyenek Istenért, tegyenek az egyházért, tegyenek a házasságért, szüntessék meg a polgári szertartás kényszerét és fogadják el az egyházi esküvőt az anyakönyvvezetők utólagos bejelentés alapján.